Köszöntjük nézőinket! Én Kincse vagyok, és a komáromi határ mellől jelentkezek, és a Schengeni övezetről szeretnék egy rövid beszámolót tartani. A Schengeni övezet egy kormányközi projektként indult 1985-ben 5 uniós tagország részvételével, majd a világ legnagyobb olyan térségében nőtte ki magát, ahol szabadon lehet utazni. Magyarország az Európai Uniós csatlakozása során nem nyert el a tagságot, hanem csak pár évvel később, 2007. decemberében csatlakozhatott az övezethez. És most kapcsolunk Grétához, aki ennek a hátrányairól és előnyeiről fog beszélni a határon. És most itt is állunk a komáromi határnál, amelyen könnyűszerrel át is sétálhatnánk. Azonban ennek a könnyű határátlépésnek vannak hátrányai is, mint például az illegális bevándorlás, amely nem a csatlakozáskor volt a legdrasztikusabb, hanem a későbbi időben hágott a tetőfokára. Azonban rengeteg pozitív oldala is van, mint például a gazdaság és a kereskedelem felvirágzása, valamint a turizmus növekedése és a könnyű határátlépés. És most pedig kapcsolunk Patriciához, aki Győrben vár ránk. És most itt vagyunk Győrben, a BEM téren, és itt állunk a lengyel-magyar barátságot jelképező szobor előtt. Csak úgy, mint sok más témában, az uniós és schengeni témában is hasonlóan érintett a két ország. És most kapcsolunk Budapestre, ahol részletesebben beszámolunk, hogyan érintette Lengyelországot a schengeni övezetbe való csatlakozás.